A koronavírus a kerékpársportra is hatással volt. Igazándiból a kerékpáros szezon mindig akkor kezdődik, amikor az időjárás azt megengedi. De úgy, mint ahogy említettel, a koronavírus miatt nem lehetett tömeges rendezvényeket szervezni, így mindenki egyénileg tekert, vagy ha egy kicsit csalni akartunk, ketten, hárman, négyen, öten elmentünk, de akkor is az ömmel az erdőbe jártunk, ahol a civilizáció nem igazándiból lát bennünket. A nagyobb rendezvények, kerékpáros versenyek, tömegmegmozdulások, minden elmaradt. Van rá lehetőségünk, hogy átvigyük jövő évre nevezéseinket, de olyan is van, hogy áttették más időpontokra, későbbi őszi időpontokra, ami nem biztos, hogy megfelel mindenkinek. A hónap elején megjelent kormányrendelet a szabadtéri sportrendezvények tekintetében enyhített a koronavírus veszélyhelyzet kapcsán hozott augusztus 15-ig tartó szabályozáson. A rendelet alapján, amennyiben a szigorú szabályoknak megfelel az adott sportrendezvény, és megkapja a hatóság engedélyét, akkor megtartható. Ennek a marcai sportolók is örülnek. A következő, amit tervezünk, az augusztus 20-a vagy a környéke, addigra talán lezajlik ez a karanténosdi, akkor talán sikerül megvalósítani azt, amit elterveztünk. Március 15-i kerékpártúránkat sikerült megvalósítani, viszonylag szép számmal voltunk, de onnét semmit nem, mert hát nem engedte ugye az előírás. A biztonságos kerékpározásért fontos a bicajok felkészítése, hiszen szem előtt kell tartani a technikai biztonságot, és persze fontos a kressz ismerete is. A kerékpárokat fel kell készíteni, mechanikailag minden megfelelő legyen rajt, főleg a fékek. Vannak biztonsági előírások, bukósisak nem kötelező, viszont a láthatóság mellény az kötelező, lakott területen kívül korlátozott látási viszonyok közt, ami azt jelenti, hogy úgymond sötétedéstől, napnyugtától napkeltéig.